Jó estét kívánok! Ez ismét a boomer lázadás, azaz generációk harca egy asztal és különböző témák körül. Én Szaká Borostyán vagyok. A mai adásban ezúttal kettő vendéget köszönhetünk itt a stúdióban, név szerint Alexa Károlyt, József Attila díjas irodalomtörténészt, valamint Bogár László közgazdást. Sok szeretettel üdvözöljük Önöket a műsorban. Köszönjük szépen, jó napot kívánok! Jobb oldalamon természetesen továbbra is legkedvesebb kérdezőtársam, Stefka István, a Pesti TV programigazgató helyettese foglal helyet. Jó estét kívánok! Április 3-án vasárnap a magyarság jövőjéről döntünk. Azt gondolom, hogy ezt minden túlzás nélkül állíthatjuk, hiszen az országgyűlési választások tétje a magyar nemzet fennmaradása. Sok, sőt rengeteg munka van már mögöttünk, de a véghajrában is oda kell tenni magunkat. Nem beszélve arról, hogy a szomszédunkban még mindig javában zajlik az orosz-ukrán háború. Több súlyos témát is érintünk, tehát a mai adásban mindenképpen érdemes lesz velünk tartani. És ahogy lenni szokott, István, kérlek, kezdj egy nagyon erős kérdéssel. Nem tudom, hogy erős lesz-e. Fontosnak fontos. Minden esetre az jutott eszembe, hogy hol vannak a régi boldog békeidők, hol vannak azok az esztendők, amikor bátran kalandozhattunk itt közeli országokban, és nyugaton is, és ma ugye az van, és az történik, hogy háború zajlik a szomszédunkban, és éveken keresztül ugye a Covid-járvány bénította le a turizmust és a békés, nyugodt életet, ugye? A kérdés az, és ezt Laci, Bogár László, te írtad meg nemrégiben, hogy ez már, ami folyik itt a szomszédunkban, az ukrán-orosz háború, az a harmadik világháború kezdete, közepe. Ennyire súlyosnak tartod a dolgot, vagy még azért nem mondjuk ezt ki? Ugye két világháborút ismerünk, azért neveznénk ezt harmadiknak. Érdekes módon az első világháború, ha jól tudom, de Karcsi majd akkor kijavít, ha nem így van, valójában csak nagy háborúnak nevezték utána. Tehát nem adták, nem is volt akkor még az a neve neki, hogy nem világháború. Nem gondolták, hogy lesz még egy. És a második az a nulla volt a szám egyenesen. Igen, így van, hát ugye érthető. A második világháborúnál pedig nagy valószínűséggel mondjuk a német-szovjet háború kitörését 41-ig, legalább két évig nem nagyon hívták világháborúnak, addig tulajdonképpen egy helyi konfliktus volt. Tehát ez legyen intőjel számunkra, hogy egy világháborúról nem azonnal derül ki, hogy az világháború. Hát elkezdődik akár mondjuk két ország konfliktusaként. A második világháború is mondjuk német-lengyel konfliktusnak látszott mindössze, és aztán utána hát láttuk, hogy mi történt. Ez az egyik dolog, amin érdemes elgondolkodni, tehát hogy egy mélyebb rétegét is meg kellene vizsgálni ennek a felszínen kétségtelen ukrán-orosz háborúnak, ahhoz, hogy megértsük azt a veszélyt, ami legalábbis harmadik világháborúba sodorhatja az egész világot. És még egy mozzanatot ajánlanék itt a figyelmükbe a beszélgetés során, ez pedig az, hogy számomra évek óta, vagy legalább egy évtizede evidens, hogy a világunk a narratívák globális, permanens globális háborújának világa. Tehát igazából az elbeszélési módok éppen a gigantikus médiafegyverek segítségével már is legalább egy évtizede folytatják azt a háborút, aminek az a lényege, itt egy újabb saját használatú fogalmat szeretnék bevezetni, globális valóságipari művek, tehát gigantikus média fegyverekkel, globális valóságipari művekkel mesterséges valóságokat tudnak létrehozni, olyan valóságokat, aminek valójában semmi köze a valóságos valósághoz, de mégis emberek millióit, vagy akár százmilliót lehet csapdába ejteni. Na most itt óriási felelőssége van a médiának, és gyakorlatilag ezzel azt erősíted meg, hogy a médiában már évtizedek óta folyik pontosan a háború, egy információs csak háború. Csak most véres, csak most átment a véres szakasz. Igen, és ennek a legveszélyesebb része, hogy egy dezinformáció, egy hazugság özön lepi el a világot, a valóságtól teljesen távol, és ez is kirobbanthatja előbb helyi szinten, utána pedig akár világszinten a háborút. Mégis azért nem akarom ugye Marxot idézni, de mégiscsak azt kell mondanom, hogy ez is valahol, az első két világháború arról szólt, hogy a világot
újra kell felosztani, a világ újra felosztása. Folyik a világ újra felosztása. Úgy néz ki, hogy az oroszok nem tudnak belenyugodni, hogy a volt Szovjetunió egyik tagköztársasága többet kanyarított le, mint amennyit megérdemelt volna, és elindult egy hódító háború, ami nem ismeretlen az oroszoktól. Ez is így látom nagyjából, hogy itt a narratívák, az elbeszélő módok valóban egy újabb fegyvernemet képviselnek, sőt, most már lassacskán a acélba épített fegyverekkel szemben talán súlyosabb, mert észrevetetlenebb, lájtosabbnak látszik. Egyet a példát mondjak, a mostani háború megítélésében egy nagyon fontos elem volt az, hogy erre a háborúra az oroszok nyilván felkészültek katonailag, stratégiailag, sok szempontból, de úgy látom, nem voltak fölkészülve a narráció terén. Tehát amit nekik sérelmeik volt az oroszoknak, amit a háborút megindították, arról igazából utólag kezdünk most már értesülni olyan forrásokat, amiket teljesen elmosnak az üvöltő narratívák. Hát egy Zelinszky hogy lett egy, hát tényleg egy nem tudom hányad rangú ilyen színésznek mondható tárgy, európai vagy világpolitikai tényező, noha, és vele szemben pedig egy másik, aki valóban az is. A színész karaktere egyébként felértékelődik egy ilyen helyzetben, hiszen van, ez a dolog lényege, hogy bármilyen szerepet bármikor eljátszik. Csak hogy a színész is, hát, hogy volt egy Ronald Reagan nevű western színész, és volt ez a jó madár is, ez kettő közül meg lehet látni. Igen, de itt megint csak az kell, hogy az emberben megfogalmazódik, hogy kinek az érdeke, mit akarnak ezek a hatalmasságok. Oroszország túl akar lépni Ukrajnán, újra Kelet-Európa felé szeretne jönni, Amerika be akarja kebelezni Európát. Mi történik itt a háttérben? Azért ez nem olyan csendes történet. Szabad a beszélgetésünk tényleg egy három mondatba az általam vélt lényeget, aztán nyilván beszélgetünk róla összefoglalni. Tehát a felszínen nyilván ez egy orosz-ukrán háború, de van még alatta két réteg. A legmélyebb rétegben valójában ez a szétesőben lévő, mert az elmúlt 600 évben, 100 évenként minden nyugati birodalom összeomlott. A spanyolok, a brit birodalom, a francia, holland, mindegyik 100 évnél tovább egyik se bírta. Amerika is nagyjából 100 év óta világbirodalom, vagy legalábbis még néhány évtized. Háború óta. És mint amerikai világbirodalom. Figyelem, ez nem az, hogy Hollandia és Portugália is volt világbirodalom, mégis vidáman létezik nemzetállamként. Amerika is létezhet nemzetállamként attól, hogy elveszti a világbirodalmi pozíciót. Viszont sajnos az a baj, ez rossz hír, hogy az elmúlt 600 évben hat birodalom, a birodalomváltásoknál mindig nagy háborúk zajlottak le. Ez olyan, mint a földkéreg lemeztektonikai mozgása, tehát a legmélyebb szintjén ez valójában az amerikai birodalom háborúja, amit az ellen folytat, hogy nehogy véletlenül Európa, Oroszország és Kína összefogjon, vagy legalábbis valami kölcsönös előnyökön nyúló együttműködést folytasson, és ez csak még egyszer mondom, nem azért, mert Amerika gonosz, hanem azért, mert ez abszolút logikus a részéről. Tehát világhatalmi szempontból Amerika számára a legnagyobb veszélyt az jelenteni, hogyha békés, kölcsönös előnyökön nyúló együttműköd, amire azért valljuk be, volna is lehetőség. Hát ugye ezért mondtam, hogy hol vannak a régi szép békeidők, de azért itt egy nagyon fontos kérdés merül fel, ugye? Hát az európai háború, minden európai háború Amerika érdeke. Na, tehát az első igen, világháború. Az első világháborútól kezdve, de persze. Azért itt érdekes az a dolog, hogy nem csak az idősebbek, hanem szerintem a mai magyar fiatalság is azért tudja, hogy mi a háború, ha nem is érzékelte soha, de azért körülbelül tudja, hogy mit jelent, és mindenki óckodik a háborútól. Ennek ellenére a mai baliberális, globalista ellenzék itt Gyurcsánytól, Márki-Zajon keresztül egészen Dobrev Kláráig lehetne sorolni, vagy Cseh Katalinig, háborús pártiak. Mit akarnak ezek az emberek? Mi van a háttérben? Egyszerűen pénzéség, hatalomészség, hogy ezek ennyire ütődöttek, hogy föláldoznák az életüket, az országukat? Akkor a kulturális részéről beszéljen inkább. Ezek nyilván innen nézve, ebből a
összefüggésben, ebben a perspektívában nézve, végig ezek kreatúrák. Ezek megmondó emberek, egy bizonyos egy kis nemzetnek a kijelölt megmondó emberei, akiknek a funkciója nem több, nem más, mint olyan világpolitikai erőnek az érdekeit képviselni, aminek minden számos, hogy van a hazugság, mellébeszélés. Ugye Amerikának az érdekharca a demokrácia terjesztés jegyében folyik. Aminél, uram, bocsánat, arasztos a fejlődik, egy útvalós hazugság nyilvánvalóan. Demokrácia, védelem, Iraktól kezdve, Tunézián keresztül, a Balkánig hangsúlyoznám. Ne felejtsük el, hogy nem csak ez a háború folyik itt mellettünk, más háború is, az a Bulgária se magától lett az, ami nem ok nélkül fogták el most a korábbi miniszterelnököt, és a Macedónia se magától lett az, amivé vált. És ugye mondtad a harmadikai dátumot, ember félő, hogy ebbe a sorba ne beszél, hogy az Izraelnek az első embere sem az, aki számunkra rokon szövetséges volt, Amerikának az elnökével sem beszél. Itt valami nagyon szisztematikusan működő, és egyelőre egy nagyon-nagyon komoly számukra szerencsés munkban lévő világpolitikai mozgás van. Ennek valóban a lényege az, hogy Amerika, amit lehet, bomlassza szét a potenciális ellenfeleket, potenciális, hát azt a világot, ami számára valami fajta. Igen, de itt ha létezne egy ilyen eurázsiai együttműködés Európa, Oroszország és Kína között, és legyünk őszinték, mivel tökéletes kiegészítője egymásnak, tehát mindegyik más erőforrásokkal rendelkezik, ez bőven összehangolható volna, csak az a baj Amerika számára, hogyha ez az együttműködés békésen zajlana, akkor Amerika tökéletesen leértékelődne. Igen, de itt van egy nagyon fontos kérdés, egy ideológiai összemosás folyik, és Biden szájából hangzott el, hogy az ukrán-orosz háborút összehasonlította a magyar szabadságharccal, az 56-os forradalommal és szabadságharccal. Ez azért nagyon veszélyes, mert az a forradalom, az a kommunizmus és a diktatúra, valamint a szovjet megszállás ellen történt. Itt két ország háborújáról van szó, nem forradalomról és nem szabadságharcról. Ezzel gyakorlatilag nem csak a magyar forradalmat kisebbítette Biden, hanem kisebbítette a varsói megmozdulást, a szolidaritási mozgalmat és a prágai felkelést. Ez nagyon nagy. Erről beszéltünk, ez a narratívák háborúja. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy az elbeszélési módodnak van-e bármilyen köze a valósághoz. Az a lényeg, hogyha neked van a legnagyobb erejű média fegyvered, már pedig azon a világon, és ezért számomra talány, hogy Oroszország miért ment ebbe bele, hiszen ha valaki, akkor azért az orosz elit pontosan tisztában volt arról, hogy ma a világban létező média fegyverzet 99%-a az amerikai birodalom kezében van. Tehát azonnal elbukik mindenki, aki ezzel nyíltan szembeszegül, vagy legalábbis hát nagyon kell bíznia a saját fegyvereiben, ha úgy gondolja, hogy bármilyen esélye volna. És egyébként még a magyar ellenzékre visszatérve, pontosan úgy van, ahogy a Karcsi mondja, ez egyszerűen én úgy szoktam fogalmazni, van egy globális SDS, amit ennél pontosabban nem lehet csak körülírni, és van a globális SDS-nek, így van, van a globális SDS-nek minden országban elhelyezett ügynökhálózata. Tehát körülbelül erről van szó, tehát van egy globális network, egy globális hálózat, és ez szabad kezdeményezések hálózata, ez volt. Ehhez kapcsolódóan egyébként egy nagyon fontos kérdés, szerintem meg kell válaszolni, amit Bogár László is említett már, hogy lényegében, hogyha megnézzük az Oroszország ellen irányuló szankciókat, mind Amerikából irányítják, vagy Amerikából adják ki, csak Európára próbálják a végrehajtását rákenni. És egyébként itt megvizsgálva azt, hogy a magyar baloldalnak mennyire felelőtlen, meg meggondolatlan kijelentései vannak, ezáltal belesodornák egyébként Magyarországot ebbe a konfliktusba, háborúba. Ennek, hogyha ténylegesen, és most csak elméleti síkon reméljük, ez nem lesz a valóság, hogyha megvizsgáljuk ezt, mi lenne a következménye? A legelső, tehát hogy az nyilván a fiatal férfiakat vinnék be a katonaságba, de hogy konkrétan ennek hosszú távon mi lenne a következménye? Hát azért abban még kötelező reménykedni, hogy Orbán Viktor egyébként a legutóbbi nyilatkozatában
majdnem szóra-szóra megismételte azt, amit Tisza István mondott 1914-ben, hogy ezzel a háborúval Magyarország semmit nem nyerhet, viszont mindent elveszíthet. Tegyük azért hozzá, hogy Tisza István ezt kimondta, ami hihetetlen történelmi éleslátás volt, ám ezt követően Magyarország belépett a háborúba, mindent elvesztett, és Tisza Istvánt meggyilkolták. Na most, hát én azt hiszem, hogy azt mondja a magyar közül, hogy más kárán tanul az okos, mi már annak is örülhetnénk, ha legalább a saját kárunkon tudnánk tanulni. Én remélem, hogy fogunk is. Milyen konzekvenciál volna ennek, ha ilyen vészforgatókönyvben gondolkodnánk? Hát fel sem lesz fogni. Fel sem lesz fogni. Ezt én azt úgy érzek, hogy már vesztettünk ezen a háború. Mi? Nem csak gazdasággal, nyilván rengeteg. Nyilván rengeteg pénz megy el a menekülőknek a megsegítésére. Nyilván a világgazdaságnak olyan tendenciái vannak, amik erősödnek fel, amik számunkra kedvezőtlenek. Pláne egy ilyen exportorientált ország, mint a miénk, itt nem tudunk ugrálgatni, ilyen nyersanyag hiánya, sat, ismerjük a mélységeket. Hanem olyanra gondolok, ami nagy nehezen összekovácsolt, ilyen kis kelet-közép-európai kis egylet volt ez a V4-ek, ez minden eresztékében recseg, ropog. Döbbenetes, hogy egy cseh, hát ezekben bájos. A cseh hazügy miniszternő, annak a Csehországnak a katonai főnöke, ahol a mértékadó figura a Schweik, mint katona. Hát én országnak a katonai vezetője. És sürgeti az, hogy azonnal. Beszól nekünk egy ilyen militáns módon, hát ez ennél viccesebbet én nem kevesebb. Ami szomorúan vicces persze ez a történet. Hogy a lengyelekkel ilyen módon kieleződik, vagy romlik a viszony, szlovákokról nem is beszélve. Ez döbbenetes, és ugye nyilvánvalóan ez kihat a Balkánra is. Hát szóval ez a mi kis Kelet-Európa, nehezen összetákolt, hosszú-hosszú diplomáciai melóba összehozott ilyen kis napi szinten egyeztetett kis egylet, ez tényleg most nagyon a végórát éli, és valóban úgy látom, hogy ez a kelet-európai tömb, ez az elképesztő, felfoghatatlan, történelmi hátterű lengyel térség, ez a lengyel-orosz, litván, hát galíciai, baltikumi zsidó, mert a galíciai értve ez tükörnyék, ez pont egy megoldatlan fajilag, historikai, amire a Balkán volt. De a Balkán sem megoldható terület. De gondoljuk Bosznia-Hercegovinára. Az első világháború meleg ágya volt, de ugyanez, visszatérve ugyanez most, arra, hogy adja Isten, hogy legyen bele a világháború. Hát most már nem menjünk bele a lengyelek jelenlegi politizálásába, de azért meg kell jegyezni, hogy a Szovjetunió szállta meg a másik fél Lengyelországot. Előbb a németek, utána a szovjetek, igen ám, de a szovjetekhez tartozott Ukrajna, és ukrán katonák szovjet mezben szállták meg fél Lengyelországot. Tehát azért ezt ne felejtjék, ezért nem is pontosan értem a különbségtételt, mert sose voltak olyan jó barátok a lengyelek és az ukránok, mert nem is volt ilyen. De visszatérve, azért történelmileg tegyük hozzá, hogy az a valami, ami litván, lengyel, ukrán, így. Szóval ez egy sikamlós, szerintem nekünk magyaroknak hát nem kéne állásfoglalni ebben, mert azért ez egy olyan tömb, amit mi innen nem tudunk megítélni. Hát ez a német és hogy a Szovjetunió meddig vonult be, ez a bizonyos körzön vonal, ugye ennek nevezték, szóval azért az a terület, azért lehet lengyelnek is, litvánnak is, ukránnak is, de ugyanezzel az erővel orosznak is mondani. Tehát, szóval ez megint ugyanaz, ez amit Orbán Viktor nagyon helyesen mond, nem a mi dolgunk. Igen, nem de azért nem a ennél fontosabb az, hogy megemlítetted a szabad kezdeményezések hálózatát és annak gyermekeit, unokáit. Szerintetek külföldről irányítják a hazai politikusainkat, az ellenzéki politikusokat, tehát egy ügynök hálózat mozgatja ezt az egészet? Most egyre nyilván. Persze. Mint egy videó. Mi más képzelhető el? De ezt hogy lehet elfogadni? Magyarországon hogy lehet olyan épelméjű magyar választó, aki ezt elfogadja, hogy nem a magyar érdekeket. Az 1990-es első szabad választásokon miért kapott 1 milliónál is több szavazatot az SZDSZ, akire csak azoknak szabadott volna szavazni, ez kb. 70 000 ember, aki SZDSZ-nek születik. De becsapták az embereket, én is elhittem, hogy kommunista ellenes.
Hát bocsánat, csak arra, az SZDSZ egy több ezer éves, az SZDSZ egy több ezer éves étoszt képvisel, a Komcsi az meg legfeljebb 100 éves volt, tehát jó, szóval de azért akkor a különbségtétel a 3000 év meg 100 év között. Értem, azért. De akkor senki nem tudta, Laci, csak egy szűk réteg ismerte, hát, hogy kik bocsánat, ezek a... ez nem igaz, hogy senki nem tudta, már ne haragudj, hanem hogy igen. Az, aki tudta, annak nem volt médiája, nem volt megafonja. Ugye mit is mondtak? Tudjuk, merjük, tesszük. Tudták, mert csak ők tudták, ez ebben igazad van, mert ők kapták meg az információkat a globális SZDSZ-től, a lokális SZDSZ-től. És már bővel 90 előtt. Miért nem érték volna, ugyan ki tudta volna megakadályozni, hogyha mögöttük van az egész világhatalmi rendszer, és sajnos tették is, ami csak közgazdászként mondom, több 10 000 milliárd forintba fáj a magyarságnak, az, amit tettek, amiért és most a büntető, és most visszajönnek sokkal pusztító formában. De most formában. Is 10 milliárd forintokba, hát vagy márkákba hát kerül, illetve euróba Mária. Kerül, az, hogy ezeket a NGO-kat és külföldről irányított hazai ellenzéki politikusokat valahogyan helyzetbe hozzák a választást. Tehát ha ez kormányra jut, ez összehasonlít, három nagyságrenddel nagyobb pusztító erőt fog kifejteni a magyarságra nézve, mint amit az SZDSZ az alatt a, mert ugye 2009-ben múlt ki, amikor nagyon helyesen, nem tudom, 0,9%, azt hiszem akkor indult utoljára SZDSZ-ként is 0,9%-ot kapott. Igen, de újra élet. Tanul a magyar azért 19 év alatt rájött arról, hogy 23% helyett csak 0,9%. De újra itt vannak. De újra itt vannak. Igen, alakott már. Majdnem 50%-kal, és ez az igazi tragédia. Az az igazi tragédia, hogy a magyarság majdnem 50%-a, reméljük azért bőven 50% alatt lett, de majdnem 50%-a nem csak, hogy semmit nem tanult az elmúlt 32 év történetéből, hanem amit megtanult, az pont az ellenkezője. Tehát olyan pusztító, önpusztító, hamis tudásokat szerzett a magyarság elég jelentős része, és ez tragédia. Ez igen, azt jelenti, igen. Hogy szellemi, lelki, erkölcsi, szellemi értelemben a magyar társadalom sokkal rosszabb helyzetben van, mint 32 évvel ezelőtt, amikor szerintem a rendszerváltás elkezdődött. Ennél a témánál nem lehet kihagyni Soros György nevének a megemlítését, és egyébként itt ajánlom a kedves nézőknek a figyelmébe is Boár Dániel Soros Akta című dokumentumfilmjét, mert egy nagyon jó a hálózatról szóló filmet készített. Mi nagyon belemelegettünk a témába, most adunk egy pár perc szünetet a kedves nézőknek, de tartsanak velünk, hamarosan folytatjuk. Üdvözlöm Önöket, már folytatjuk is a boomer lázadást. Ismételten vendégeinkkel, Alexa Károllyal, Bogár Lászlóval és természetesen állandó egyik kedvenc kérdező partneremmel, Stefka Istvánnal. És az első részben, talán nem is tudom, heves érzelmekkel teli beszélgetésnél hagytuk abba, mert hogy elhangzott egy olyan kijelentés, hogy a mai magyar társadalom talán rosszabb lelki állapotban van, mint a 32 évvel ezelőtt. De én ehhez a témához kapcsolnám azt a kérdést, hogy a mai emberek, a mai magyar társadalom a dezinformáció áradatnak, illetve a hazugság özönnek. Miért hisznek, vagy miért fogadják ezt el? Nekem csak válaszkísérleteim vannak erre, ilyen kombinációk, meg a saját szűkebb közegemnek a tapasztalatait tudom levonni. Olyanokra gondolok például, hogy a mai ifjúság, most írtjuk ezen, amikor a 30 éves korosztály, elképesztő mértékben beépült egy nyugati beszédmódba, a nyugati világba, utazásokkal, egyetemi eljárásokkal, egyebekkel, munkavállalásokkal, egyebekkel, ahol nyilvánvalóan olyan fajta kultúrát tapasztalnak, élnek át, aminek nem sok köze van az a kisnépi gondolkodásmód, ami Magyarországot jellemzi, ami pontosan tud tenni minket egy, vagy hát ellenállva bír tenni minket egy ilyen globális narratív támadással szemben. Vagy nagyon erős hatása van, gondolom, annak, hogy mindig van egy ilyen 10-20-30%-nyi olyan réteg, ami nem csak egy szegény, hanem akiben benne van az a düh, hogy másképp kell csinálni, hogy ez azért, mert ellopják. Meg ez a uram, bocsát, ilyen, most nagyon jelzőket használni, tudnék mondani egy pár jelzőt erre a fajta mentalitásra, de ez is benne van ebbe az ellentmondásságban. És magyarán mondva az, hogy azért az elmúlt 30 évben
visszaköszön az, amit a korábbi időszakban hát elvetett mag, ugye kisarjat, hogy tényleg a nemzetben van gondolkodásnak a súlya, az nagyon avittassá vált, meg kinevettetett, megmosoltatottá vált. És ezekkel szemben nagyon nehéz újraépíteni egy olyan fajta nemzeti azonosság tudatot, ami képes arra, hogy vállalkozzék a legalább az ellenállás szintjén, hogy ez a globális beszédmóddal, viselkedés móddal szemben valami ellenjátékot próbáljon meg. A család szerepe óriási, ezért gondoljunk be, hogy a mi korosztályunknál nagyon fontos volt a család. A családi nevelés, nem csak az iskola, hanem a családi. Tehát ugye kétfajta nevelést kaptunk az iskolában, megkaptuk a kommunista ideológiát, néhány tanártól eltekintve, mert azért jobb tanárok, sok jó tanár volt abban az időben is, sőt, akkor voltak igazán jók, és otthon meg az ellenkezőjét hallottuk, de mindig azt mondták, hogy ha az iskolában mész, akkor erről ne beszélj. Tehát föl voltunk vértezve arra, hogy tartsuk a szánkat, ha kellett. De mégis az, amit Karcsi elkezdett mondani, ami a legnagyobb veszélyforrás, hogy mi történik a mai fiataljainkkal. Nem mindenkivel, de a fiataloknak egy jelentős része bedül az ilyen momentumos Fekete Győr Andrásoknak, ilyen félművel, Cseh Katalinoknak, Donát Annáéknak, és az egész, hogy mondjam, az egész kubatúrája ennek a baloldali ellenzéknek egy rettentően primitív, és mégis működik intelligens egyetemisták között. Tehát én ezt egyszerűen fölfoghatatlannak tartom, ha csak nem az van, hogy szétestek a családok. Így van. Az is van, csak egy mondat az iskoláról. Véletlen az, és Bogár Lacihoz csatlakoznék, hogy ez a globális mentalitás, a maga pozícióit megtalálja. Miért van az, hogy a rendszerváltás óta minden baloldali kormány alatt az SZDSZ vette a kezébe a kulturális és a tanügyi tárcát? Pontosan hol van a legfontosabb pozíció. Sőt, az egész onnan, kulturális rendszer, minden intézmény. Végig. Szabad, ez Free SFE, tehát a színművészet, stb. Igen, ez teljesen világos, hogy önmagában, tessék belegondolni, milyen fajta, én nem akarok demagóg lenni, de tűnhetetlennek tartom azt, hogy amikor tényleg a hónapok, már egy-két év volt az iskolai tanítás, tényleg minden eszközzel küzd azért, hogy taníthassunk a járvány miatt, akkor ahogy feloldódik ez a helyzet, a tanárok elkezdenek sztrájkolni. Úgy nem tanítanak tovább. Hát micsoda mentalitás, micsoda felfogás az, hogy kimegyünk, és akkor a diákokat magunkkal véve a legtörvénytelenebb módon. Jó, de most gondolj bele, hogy a háború az zajlik Magyarország szomszédságában. Ripőkség. Itt volt a Covid járvány. Ezt mondom. Milyen pedagógus az, vagy óvónéni, aki fogja magát és kimegy tüntikézni? Akkor, amikor ekkora baj van körülöttünk, a gyerekek gazdátlanul bóklásznak, és nem tanulnak. Immár két éve nem tanulnak igazából. Tehát azért az a felelősség, amit mi ismerünk, hiszen mindannyian tanítottunk, vagy tanítunk egyetemen, azért tudjuk azt, hogy az milyen rang és micsoda felelősség, vagy akár gimnáziumban, vagy általános iskolában, vagy óvodában nevelni a gyerekeket. Ez egy óriási rang és óriási felelősség. Igen, azért, hogy ehhez az egész kérdéskörhez mondjak egyetlen vigasztaló, mert ugye én bizonyultam indulatosnak is, meg pessimistának is, amiért megkövetem a tisztelt tévénézőket is, de tehát azzal, hogy számomra ezt azért továbbra is tartom, vagy fenntartom ezt az álláspontomat, hogy ez igenis, igen jelentős lelki, erkölcsi, szellemi süllyedést jelent, hogy akkor mondjuk 23%-ot kapott az SZDSZ, aztán 2009-ben már csak 0,9-et, most meg akár 51-et is kapott. Jó, de hát reméljük, átöltözött, nem. Átalakult, úgy, mint a komcsik. Akkor így van, de nagyon helyes, amit mondtál, akkor ez azt jelenti, hogy hiányzik, de akkor is arról van szó, hogy hiányzik az a képesség, hogy észrevegyük annak az ugyanannak a más, ha úgy tetszik, történelmi áruhába való öltözését. Hát a farkas és a bárány, tehát lehet ilyen játszani. A jakobinus, a bolsevik, meg a neoliberális globálnyik most az gyakorlatilag ugyanannak a történelmi pusztító erőnek a különböző áruhája, de ami talán vigasztaló lehetne, az az, hogy igen, a látszat az, minden
minden közvéleménykutató azt igazolja vissza, hogy nagyon kicsi lesz az eltérés, tehát közel 50-50%-os tömb feszül, tehát két valóság, nem egyszerűen a magyar társadalom két része, hanem két teljesen mintha párhuzamos univerzum. Jó, ez nagyon jó, hogy ezt mondod, mert legalább a választók, a nemzetet komolyan vevő választóink kicsit most megijednek, hogy itt azért nem babra megy a játék. Jó, ez így van, de azért én szeretném hozzátenni, hogy van legalább három kérdés. Én most nagy hirtelen hármat, ahol szerintem minimum 70%-os többségben van a normalitás. Már nem mer az ember ilyen szavakat használni, hogy a normalitás, de mi azért egy boomer talán megengedheti magának. Tehát az egyik, talán a legfontosabb, ez az egész gender, szóval a család, a nemzet, meg a kultúra elleni totális támadás, azért itt én úgy érzem legalábbis, hogy a magyarság legalább 70%-a, azért ezekben a egyes kérdésekben talán 80%-a is egész biztos, hogy hát azon a normalitás álláspontján van. Ehhez közvetlenül kapcsolódik az egész család, tehát a népesedés és család megítélése, azért itt is minimum 60, tehát azért érzékelhető többségben vannak azok, akik minden ezzel kapcsolatos kutatás azt jelzi, hogy igenis a magyarság döntő többsége szeretne, a fiatalok is, tehát szeretne családot, valóban úgy képzeli el az életét, hogy akkor lesznek gyerekeik, és alapvetően hajlamos támogatni minden olyan kormányt, mint ezt is az elmúlt 12 évben, aki ezt stratégiai, legfontosabb stratégiai célként kezeli, és részben ezekhez kapcsolódik az egész migráció ügye is, tehát ott is, tehát van legalább három nagy erejű kérdés, lehet, hogy több is, ahol 60-70 vagy akár 80%-os többség is van, és itt jön be az, amit a Karcsi mondott, hogy ez azért nem tud megnyilvánulni, tehát azért látszik az, hogy mégis 50-50%, mert van egy mesterségesen keltett hisztéria, hogy de ezek hazudnak, meg lopnak, és akkor itt egy hosszú kipadod, tehát alantas hogy... emberi ösztönöket felkeltve, hogy mentek a börtönbe, azért legyünk őszintén, most az egy parlamenti diskurzus, hogy felszólal az ellenzék egyik vezér alakja, és azt mondja mondjuk a miniszterelnöknek, hogy sipírsz a börtönbe, abba 5 perc múlva, hogy mi kormányra, szóval ide jutottunk. Igen, ez a konstruktív politikai párbeszéd a parlamentben szereplő pártok között, tehát vegyük észre, maga a nyelv is romokban hever, tehát ez nyelvezet, tehát ez a politikai diskurzus, vagy felmutat egy táblát, hogy a lónak a Igen. Jó, nem mondom ki, de hát tudjuk, hát kiről van szó. Intelligens ez, úriember. Abban a magyar parlamentben, ahol ott a 1909-ben, 10-ben azért nem akárkik ültek, mondjuk, tehát ott fel lehet egy ilyen táblát mutatni egy országgyűlési képviselő Igen. részéről, mint a konstruktív politikai párbeszéd. Jó, nem Én is összegezve feltenném ezt a kérdést kört lényegében, hogy most akkor jó úton, vagy helyesen politizál a Fidesz-KDNP kormánya, akár hogyha mondjuk a háború megítélésére, vagy akár családpolitika, nemzetépítésre gondolunk. Ez az ember kérdés, és persze, hogy jól politizálnak ebben az ügyben. A hatásosságról van szó. Nem is megdöbbentő. Nem véletlen azt gondolom én, hogy a kilátásokat mérlegel. Ugye Laci mondta, hogy három téma van, amiben 70% körüli a normalitásnak az esélye. Kérdésesnek tartom, mert azért ez mindenki le vannak fedve ilyen szabadságelméletekkel, ilyen individuális elméletekkel. Ez fog eldőlni, hogy ami legyél önmagad, tehát ne törődj a gyerekkel, meg a másságoddal, legyél önmagad. Ez egy olyan filozófia, ami valami rokonszenves kívülről egy fiatal ember számára, de amit akartam mondani, hogy nem véletlen az, hogy az a világ, amelyik hogy a szerencséje, a élethelyzete megóvott ettől az ideológiától nagy részben, a vidéki Magyarország, ott kérdés nem lehet arra nézve, hogy itt mi lesz a következő fordulónak az eredménye. Itt a városokkal van probléma, a megromlott városokkal. De én nem vagyok egy ilyen primitív 1900-as éve város ellenes demagóg, konzervatív ember, de ahol az emberi viszonyok közvetlenebbek, bensőségesebbek, az egymás utalság szomszéd és családon belül is erőteljesebb, intenzívebb, ott sokkal jobban működik a tisztességesség, az elvi, a gondolkodásbeli korrektség, rend, a belső szabadságnak az igénye, mint ezekben a szétszórt, frusztrált városi légiókban, amiben sajnálatos módon a vidéki városok jó része is már egy ilyen lumpenizálódott, ilyen
prolissá váló közege, hát döbbenetes példákat mutat. Jó, itt nem csak, hogy mondjam, nem csak a prolissá válásról van itt szó, hanem arról is, hogy számtalan olyan helyet ismerek, például éppen Budakeszin, vagy egy pár helyen, a környékünkön is, ahol az igazán jómódú emberek szavaznának erre az ellenzékre, notabene a 12 év alatt szerezték meg a vagyonukat, és gazdagodtak megirtóztatóan, és a családjuk és a lehetőségeik teljesen kitárult, ennek ellenére nem azt a normális utat akarják választani. Ez természetesen ez magánügy, de azért ebben mind benne van ez az elidegenedés, és a mérhetetlen sivár gondolat, és ez nem csak mondom a alsóbb rétegekre, hanem a felsőbb rétegekre, már a anyagilag felsőbb rétegekre vonatkozik, hanem ha esélyt latolgatunk április 3-a előtt, szerintetek Brüsszel be tud avatkozni a választásokba, hiszen elküldte... Már beavatkozott, már régen beavatkozott. Ez az EBSZ itt van. Is in progress. Én értem, igen, de olyan méretekben, ami itt sorsdöntő lehet, tehát, hogy mit láttok ebben a helyzetben? Hát hogy, végső esetben egy ilyen Majdan-féle esemény is belefér. Tehát Sorosnak itt van ezzel valahol? Egy olyan fajta, hát nem lázadás, olyan fajta botrány, ami túlhat a simán választási cirkuszokon is. Jó, mondjuk itt rend van, azért itt erős most a központi hatalom, maradjunk annyiban. Rend van, tehát, világos, és ez egy másfajta ez egy másfajta dolog, ott már akkor rendetlenség volt, Majdan előtt. Jöhetnek is. Ügynökök, jöhet, sok minden jött, nem akarom tippet adni. Itt is vannak, hát most már jó, de itt akik vannak rendesen tömegével. Oda is csapnak. A veszély nagy, ez kétségtelen, és hát tucatnyi olyan eszköze van. Érdekes módon a pénzfegyver, mármint ennek a támogatásnak, tehát ezt végül is nem élesítette be. És ez talán lehet biztató jel abban a szempontból, hogy azért jó, szóval egy valami nem lehet kétséges számunkra, hogy az európai uralmi elitek gyakorlatilag ugyanúgy megfizetett ügynök, ennek az ügynök hálózatnak a részei, csak ők az elit ügynökök. De az azért érzékelhető, mert ugye alapvetően a német és részben a francia tengely határozza meg az Európa sorsát. Én azért, ha nagyon óvatosan is mutatkozik ez meg, de a német és francia elitekben, és nyilván a mögöttük álló német és francia globális nagytőke struktúrákban, azért érzek egy... Hát azért ne vicceljünk már, főleg a németek számára az igazi aranybánya, az pont ez a köztes Európa. Hát akár a Volkswagennek a profitjának a háromnegyede ebből a térségből, Csehországból, Magyarországból, hát azért annyira, hát... Most majdnem azt mondom, annyira nem lehet hülye, hát mondjuk a német nagytőke. Oroszországgal való kereskedelmi, persze. Gazdasági kapcsolatai. Szóval én úgy érzem, hogy ezeket a választásokat, tehát a választások, igen, látszólag a magyar nép dönt, de ez nem így van. Hú, ezt most parazsat gyűjtök a fel, nem a magyar nép dönt ebben. Na, szóval nem a választók dönt. Mark Twain, mit mondott Mark Twain? Hogy csak nem gondoljátok, hogyha a demokratikus választásokkal bármit elérhetnénk, akkor megengednék nekünk. Na, ennyit a demokratikus választások. Jó, de maradjunk azért annyiban, hogy jó, tehát a magyar nép formálisan a magyar nép dönt, de igazából az európai tőkestruktúrák fogják eldönteni ennek a választásnak a sorsát is, illetve szerintem már el is döntötték. Jó, de én azt mondom, hogy szerintük ki a normalitás. Ezt a választást nem, hogy meg kell nyerni, hanem megnyerjük. Meg is ezt, fogjuk. Ezt ha nem nyerjük meg, az csak erőszakkal történhet, hogy én más nem tudok elképzelni. Be van készítve, persze, nyilván be van készítve ez is, de bizonyos értelembe véve ez a mi normalitásunk próbája is. Tehát ez egy normális ország, is itt rend van, rendészeti értelemben is rend van, és rendnek is kell maradni egy ilyen szétvert világban. Szerintem egyébként most az megint az ilyen, nem tudom, ilyen nagyon heves beszélgetésbe, a nagyon célzott üzenetek, amik számítanak, főleg így a véghajrában, mert itt van a nyakunkon április 3-a. Most, hogyha a magyar érdekeket nézzük, vagy a magyarok jövőjét nézzük, hogy tegyük föl, és tényleg csak ha feltételes módban, hogyha veszít a Fidesz-KDNP kormánya, akkor mit veszíthetünk, ha viszont nyer, akkor mi mindent nyerhetünk még ezzel?
ezzel a választással? Én akármilyen eredményes a választás, legyük a persze pozitívak, megnyerjük és kész. De utána elképesztő kavargás lesz, botrányok tömege lesz majd, nem hagyják ezt szó nélkül. Már minden most azt mondják, hogy el akarja csalni a Fidesz egyébként. Igen, már előre. Ennyi abszolút a dolgot, hogy az csak csalás lehető. Igen, ha nyernek véletlenül, nyerne a Fidesz. Ami nagyon demokratikus mentalitás egyébként. És jó hiszemnek mondanám. És jó hiszem, hogy az ellenfél nyer, akkor az csak csalás. Minden esetre legyen azért egy példa, és intőjel, ahogy megbuktatták Trumpot ugye az Egyesült Államokban, a demokrácia csúcs hazájában. Én azt is el tudom képzelni, hogy ez a másik oldal azért nem is forszírozza nagyon a saját győzelmét. Azért van ez a rettentő buta kavargásot a személyekbe köztük. Nem is mondok neveket, mert nem érdemesek, hogy a nevüket megjegyezze 3 napon keresztül ezeket a Márki Zajnak, ha jól mondom ezt az illetőt, meg a többieket. Hanem itt a... Tudják azt, hogy ez a 12 évben a Fidesz elképesztően képítette maga struktúráit. A rendészetben éppen úgy, mint a gazdasági életben. Ezt fölrobbantani, fölrugni, ezt békés útra nem nagyon lehet. Ez nem merik meg lesz kérni szerintem. Nem beszél a szakértelemről. Az akárhogy is volt, hiába beszél korrupció, meg egyebekről. Itt az kiépült egy olyan államfenntartó, működtető szakgárda, amit pótolni kapásból, olyan palikkal, akik hát nekik soha semmi ilyen fajta tudásuk nem volt, gyakorlatuk nem volt, elképzelhetett. A teljes romlás, a botrány, a mélyre szállás ennek, amit nem tudom, ami számukra is, az ő önfelszámolásokat is jelenteni. Mondtam, hogy optimistaként, az olyan, a pessimista Bogár László. Az ellenzék győzelme. Már a nyelvemen az... volt, már korábban, de ezt Orbán Viktorral beszéltünk utána Köcsén valamikor évekkel ezelőtt, és a Laci szóba került, Bogár tanárodnak a neve. És azt mondta Orbán, hogy amikor egy kormány ülésen Bogár tanárhoz szót kért, akkor az egész kormány a kollektív öngyilkosság gondolatával kezdett foglalkozni. Egy az optimizmus volt. Végül is hál' Istennek nem következett be mindez. Hál' Istennek. Na, akkor mondd a pessimizmusodat. Jó, tehát az alapvető vicc ezzel kapcsolatban az, hogy mi különbség van az optimista és a pessimista között, és azt szokták mondani, hogy tulajdonképpen semmi, a pessimista legfeljebb egy kicsit jobban informált, fényezze magam. Jó, ott is ezt mondtam egyébként. Igen. Ezen a kormányülésen, amit idézett a miniszterelnök. Szóval az ellenzék győzelme, a beszélgetésünk summázata egy mondatban összefogva, az ellenzék győzelme azt jelenteni, hogy globálisan azok az erők, vagy azok a hatalmi hálózatok, vagy uralmi struktúrák az erősebbek, amelyek káoszt akarnak, nem csak Magyarországon, hanem az egész térségben. Igen. Ez is lehetséges, sajnos elnézve ezt a világot, nem zárhatjuk ki ennek a lehetőségét. De azért erős valószínűsége van az ellenkezőjének is, hogy a meghatározó európai tőkestruktúrák, főként Németország, mert azért vonakodó csatlós, és most, a francia, hál' Istennek, franciát az is. Is tehát hál' Istennek Németország is, és Franciaország is vonakodó csatlós, tehát azért nem olyan rettenetesen lelkesen csatlakoznak ehhez az egészhez, és ez biztató jel, ez azt jelenti, hogy ott is a normalitás, tehát az elmúlt évtizedek megszokott struktúrája, már pedig az nem nagyon lehet kérdéses senki számára, hogy ebben az esetben csak azt a politikai erőt lehet megtámogatni, aki az elmúlt 12 évet jelzi. Utolsó kérdés, hogy mit tanácsoltok mindenkinek, barátaitoknak, ismerőseiteknek, ismeretleneknek? És ezt tulajdonképpen tőled is kérdezem, hogy most a választások előtt mit kell tenni, hogyan kell viselkednünk? Nagyon röviden, mert mindenkinek van 15 másodperc. Nem nagyon lehet kérdés, hát nyilván el kell menni és meg kell erősíteni. Most veszek egy nagy lélegzetet és azt mondom, hogy most a magyarságnak, ezt igyekszem nem elfogultan fogalmazni, a legkisebb rossz, meg a lehető legnagyobb rossz között kell választani. Na most, hogyha kiderül az, hogy a magyarság erre a viszonylag egyszerű kérdésre, hogy mi a legkisebb rossz, mert természetesen nem hibátlan az elmúlt 12 év sem, ezerféleképpen kritizálható, de az, hogyha összevetjük a kettőt, nem lehet vitás történelmileg, hogy melyik a legkisebb rossz, meg melyik a legnagyobb rossz. Bocsánat, igen. Semmit, el kell menni szavazni, és azonnal kocsmát kikérni egy kört.
És te? Van a vendégeink. Ez jó ötlet, és bár ebben még... Három a magyar igazság, én te azt is mondom, el, hogy a nagyszüleink, a szüleink, illetve a mi generációnk életét meg kell nézni, életszínvonalát, és a jövőbe kell tekinteni, és ez alapján kell szavazni. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt 44-45 percben szerintem ehhez kellő muníciót adtunk a kedves nézőknek, Alexa Károlynak, Bogár Lászlónak, és természetesen Steffi Istvánnak is köszönöm szépen a beszélgetést. Mi is azt gondolom, hogy mindenki kellő, tényleg érzelmekkel gazdagodott, úgyhogy mindenkinek azt javaslom, hogy április 3-án menjen el szavazni, és a megfelelő helyre tegye az X-et. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, szép estét, viszontlátásra!